Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Így év végén, jövő év elején ezek a misztikus napok kihatnak jövő évre. Ahogy átéljük a napot, ezt az energiát átvisszük jövő évre, minden nap egy hónapot jelent. December 27-e az kihat március hónapra. A téma az, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. Az a fontos, hogy legyen egy álom, egy elképzelés, és meglegyen a hitünk abban, hogy ez az álom megvalósul. Ez kihat a párkapcsolatra, a szerelemre, de kihat a hivatásra is. Ez a szertartás erősít bennünket, különösen, ami az intuíciónkat illeti, az inspirációt, egy kreatív tevékenységet és egy spirituális utat. Megajándékoz bennünket olyan pillanatokkal, ami álom szép lesz az életünkben, különösen, ami a párkapcsolatot, a szerelmet illeti. Ezek a szertartások kihatnak egészségügyi témákra is, hiszen van gyógyító ereje. A mai szertartás, tehát december 27-én kihat a lelki dolgokra. Ami erőt ad számunkra, az az inspiráció, és ebben tudok nektek segíteni. Én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!